Kőszeg irányába tartott a 87-es főúton egy Suzuki személyautó 2023. április 6-án délután, amikor egy szemből érkező Ford a teljes terjedelmével áttért a sávjába. A Suzuki-t vezető férfi az árok szélére kormányozta a járművét, és az utolsó pillanatig bízott abban, hogy a szemből érkező visszatér a sávjába, de ez nem történt meg, ezért végül az árokba kormányozta a gépkocsit, hogy elkerülje a frontális ütközést. Az okozó megállás nélkül elhajtott a helyszínről. Az esetnek több szemtanúja is volt, ők megálltak segíteni a vétlen sofőrnek, illetve a Ford rendszámát is felírták és bediktálták a segélyhívó operátorának. Azt a szemből érkező szemtanú sem tudta megmondani, hogy férfi vagy nő vezetett, egyrészt mert neki is menekülnie kellett egy útszéli öbölbe a Ford elől, másrészt a sofőr alig látszott ki a kormány mögül. A Ford után haladó szemtanú elmondta, hogy az okozó már egy közeli vasúti átkelő óta rendkívül balesetveszélyesen vezetett. A rendőrök szombathelyen megtalálták a gépjármű vezetőt, akit rendőrautóval visszakísértek a helyszínre. Ezzel azonban még nem ért véget az ügy. A Ford 82 éves sofőrje először azt állította, hogy ő nem járt mostanában azon a szakaszon, ahová követnie kellett a rendőrautót, majd később ezt úgy módosította, hogy a Suzuki tért át az ő sávjába. Az árokba kényszerített sofőrnek feltűnt, hogy a Fordnak letört a baloldali visszapillantó tükre, miközben arra biztosan emlékezett, hogy a baleset előtt még épp volt, és azt is tudta, hogy a Ford és a Suzuki érintőlegesen sem ütközött. Megkérdeztük hát az idős sofőrt, hogy mi történt a visszapillantó tükrével. A férfi elmondta, hogy a szombathelyi 11-es huszárúton is áttért a sávjába egy autó, és ő hiába állt meg, a másik fél elhajtott, ami nagyon felháborító. Amikor a sofőrrel közöltük, hogy a 87-es főúton sem egy másik jármű tért át az ő sávjába, hanem ő volt az okozó, akkor visszakérdezett, hogy azt meg honnan lehessen tudni. Nos, köszönet a megálló, egymást nem ismerő szemtanúknak, ezt pontosan lehetett tudni. Ezután az idős sofőr elismerte a felelősségét a balesetért. Szombathelyen egyébként megtaláltuk a Ford összetört tükörházát. A baleset okozójával őszinte beszélgetést folytattunk, és elmondtuk az idős férfinek, hogy a tapasztaltak alapján el kellene gondolkodni azon, hogy befejezi a vezetést. A sofőr szerint azonban erre semmi ok nincs. A nehézkes mozgása egy műtét miatt van, a keze az ijegységtől remeg, és ez az oka annak is, hogy nem pontosan volt tisztában azzal, hogy hol van. Egyébként is nemrég volt az orvosnál, aki csont nélkül meghosszabbította a vezetői engedélyét. Azt is hozzátette, hogy hozzánk hasonlóan a felesége is azt mondta neki, hogy tegye le az indító kulcsot. De akkor hogyan közlekedjek, gyalog? Tette fel a kérdést. Az biztos, hogy ha a Suzuki vezetője nincs észnél és nem menekül az árokba a járművével, akkor a 87-es főúton frontális karambolnál helyszínelhettek volna a rendőrök. Akkor viszont végleg bevonták volna a vezetői engedélyt, és valószínűleg sérülés nélkül sem úszta volna meg az idős okozó. Ezért a mostani szerencsés esetet célszerű lenne egy figyelmeztető jelnek felfogni, és hallgatni a felesége bölcs intelmeire.